Pácinban vagyunk, a Bodrog közben, ahol 440 évvel ezelőtt törökök, Habsburgok és rövid ideig uralkodó erdélyi hatalmasságok háromszögében éltek, ugyanakkor áthatolhatatlan lápok és mocsarak védték őket. Itt áll Magyarország legnagyobb és gyakorlatilag egyetlen késő reneszánsz kastélya Pácinban. Két magócsi, alagiak, sennyeiek, és ez a bizonyos 440 év. 1581-ben a környék ura már egy évtizede Magócsi Gáspár, Munkács ura volt gyulai, és Dobó után 10 évvel egri várkapitány. Az alagiak birtokát Magócsi házassággal szerezte meg, ám a szinte hobbiként űzött török elleni portyázások és főúri intrikák mellett neki arra is jutott ideje, hogy jelentős részt szakítson ki a hegyaljai borkereskedelemből. Az itt vásárolt borra kétszeres, háromszoros árér is akadt vevő Lengyelországban. Amikor egy végvári vitéz zsoldja, havi zsoldja, hogy 2 és 6 forint között lehetett, akkor Magócsi 70 ezeret fizetett a munkácsi uradalomért és várért, amikor zálogba vette, és 14 ezeret akkor, amikor valamivel később egy rosszul sikerült tuszejtő akció kapcsán a füleki bég Rimaszombat alatt fogságba ejtette. Az akkoriban egyébként divatos, tuszejtő, pénzszerző akciót három magyar várkapitány eszelte ki, csak aztán balul sült el, és nekik kellett fogságból szabadulva magas váltságdíjat fizetniük. Magócsi, vagy Mágócsi, mert sokak szerint így kell mondani, Gáspár, aki egyébként akkoriban Észak-Magyarország egyik leggazdagabb főura volt, egy valami nem jött össze, gyereket nemzeni. Így aztán, amikor 60 éves lett, örökösségül az unokaöccsét, Mágócsi Andrást tette meg. Magócsi András istenes ember volt, Wittenbergában tanult, nem kedvelte a kartforgatás és a vadkanvadászatokat, annál inkább a csendes olvasgatást és a távcsővel szemlélhető csillagos eget. A nagybátyja kiházasította, és neki és a feleségének a félrevonulására épült ez a kastély, itt a későbbi Pácinban, egyébként egy homokdombon, természetes vízfolyásokkal és mocsarakkal körülvéve. Itt tehát azokban az évtizedekben nem is tévedt ide ellenség, azaz lehetséges ostromló. A kéttraktusos, egyemeletes épületet kezdetben nem erősítette torony, nem vette körül várfal vagy árok, a hegyaljai borokat pedig a nyugati traktus alatti pincében tarthatták. Korabeli feljegyzések szerint Magócsi András nem sokáig élvezhette az újonnan épült kastély kényelmét, mivel 1586-ban meghalt. Az özvegy, aki ugyebár alagilány volt, már a következő évben férhez ment, Rákóczi Zsigmondhoz, aki egyébként a Szerencsivárat építette, a közeli Szerencsivárat, és nem mellesleg ő is hatalmas vagyonra tett szert a tokai bor exportjából. A Rákócziaktól aztán újra egy alagihoz került a pácini várkastély, méghozzá Alagi Ferenc szerezte meg, méghozzá hosszú pereskedés után. Ekkoriban emeltek az épület déli sarkainál egy-egy toronyszerű építményt, a szobákból viszont tágas, cserépkályhákkal jól fűthető termek lettek, egy új, békésebb életérzést tükrözve az emeleten. A védőfal tetején húzódó, löréseggel tagolt folyosóról, az úgynevezett gyilokjáróról egyébként remek kilátás nyílik a környező úgynevezett bárókertre, erre a 20 hektáros parkerdőre. Így a várkastélyból egyre inkább kastély lett, egyre nagyobb ablakokkal és nem lőrésekkel, a két bástyából pedig inkább torony, bár az első változatában még oromzatos volt mindkét torony, tehát bástyaszerű, ahonnan könnyűszerrel lehetett kilőni a várfalon kívül, mert egyébként a kastélyt, a várkastélyt egy várfal is körülvette abban az időben, és ez pont alkalmas volt arra, hogy egy kisebb ilyen portyázó, rabló csapatot elriasszon. Negyven év alagiak, aztán 300 évre jöttek a sennyeiek.
A Pácini tehát Magyarország legnagyobb, de egyben egyetlen késő reneszánszkori kastélya is. Késő reneszánsz, ez nálunk nagyjából annyit jelent, hogy a törökök voltak itt, és amit nem pusztítottak el ezek, azt nagyjából később elpusztították mások, mert jártak itt erdélyi hadak, kurucok, labancok. Ezért nézzünk föl innen északabbra, a mai Szlovákiában, olykor irigykedve akár falusi templomok pártázatos tornyára is, mert azok akkor ott nem pusztultak el, és máig őrzik az erre a korra oly jellemző itáliai és graffitó díszeket. Ez a késő reneszánsz persze nem feltétlenül csak faldíszeket és díszesebb oromzatokat jelent, hanem egy életérzületet is, amiben termékeny mikrobékék vannak, és a kor szereplőit nem kell feltétlenül csak véres páncélban és karddal elképzelni, és ez az érzület még a kőreneszánsznál is sokkal nagyobb fehér holló Magyarországon.